Sziasztok, én Csenge vagyunk, és itt vagyunk a Sims 4 ötödik részével, és arra gondoltam, hogy ebben a részben megépítjük a saját kis állatklinikánkat, idézőesen, és arra gondoltam, hogy szinte teljesen átköltözünk arra a telekre, szóval ez a telek csak úgy lesz és kész, és szerintem ezeket a dolgokat itt eladom. Na jó, ezt megtartjuk. Itt a legtöbb dolgot azért el fogom adni. Mert nem tudom. Egyébként úgy tudjátok ilyen gyorsan eladni, hogyha megnyomjátok a delete gombot. Jó. És ezeket pedig eladom, mivel a részek között nagyon sok ilyet csináltam. Hogy legyen nagyon-nagyon-nagyon sok pénzünk. És igen. És ebből 13 van, te jó ég. Mennyi pénz? Mennyi pénz? Te jó ég. Szent Habakuk. Igen. Akkor most elmegyünk a klinikánkhoz, és felépítjük, és fogok bele rakni, nem tudom. Egyébként lehet, hogy az lesz, hogy majd befogadunk egy kutyát, de még nem biztos. És egyébként részek között, hát nem ivartalanítottam, hanem, mondtam a kutyánknak, hogy légy szíves, sütösd vírem. Mindjárt kibököm. Nem értem, mindegy, akkor most ide átrakunk 10 000-et, és otthon marad 3665, ami szerintem bőven elég lesz, és akkor csinálunk valami kis cukit. Cuki kis házikót, mert nem házikót, hanem klinikát. Nem tudom, hogy kéne. Szerintem legyen úgy, hogy nem itt, hanem mondjuk itt egy ilyen ekkora kijövetel, és akkor itt egy kettő. 3, 4, 5 kockán itt elmegy oldalra. Még egyet. Így. És akkor itt mondjuk erre hátra jön. Aztán max, hogyha túl nagy, akkor majd. Ja. Ezt nem akartam. Inkább egyel beljébb hozom, meg ezt is itt egy kicsit közelebb. És akkor mondjuk ide rakunk egy ilyen vécét, meg kézmosót, és akkor itt lesz egy ilyen ápolóhelyiség, meg itt lesz. És hát majd itt fognak tudni várakozni. Nekünk meg itt lesz mondjuk egy ilyen egy ekkora szobánk, ahol mindenféle jóságot fog majd tudni csinálni. Viszont lehet, hogy ezt inkább úgy kéne, hogy na. Bontódj le.
hogy ezt inkább itt így ide rakom, és akkor rakjunk bele világítást. Igen. Ami van, rakjunk ilyet. Mert ebből nem kell annyira sok, hogy mindent bevilágítson. Nagyon szép, mondjuk ide veszünk kettőt, és akkor normálisan elhelyezzük. Nagyon mondjuk itt az egyik, a másik meg itt. Jó. És akkor nézzünk rá egy pár ablakot, meg egy ajtót. Igen, majd ezt kéne oda nekünk. Most egyelőre legyen mondjuk ilyen. És persze, hogy nem jön ki. Jó, akkor ezeket is itt egyen visszahúzzuk. Jó. Így. Na. Most már jó. És azok az ajtók meg ilyenek lesznek. Mondjuk ide. Ezt megfordítjuk, így tökéletes lesz. És akkor már csak ablakok kellenek, meg majd tető. Milyen ablak legyen? Valami olyat szeretnék, ami ezzel jött be. Jó. Legyen ilyen. Tudom, nem vagyok valami nagy, ilyen kreatív lélek, de egyelőre szerintem megteszi. Igen. Ebből itt volt valahol. Itt van. Ide. Mondjuk ide, meg akkor így már ide kettőt. Jó, mindegy. Kívülről legalább jól néz ki, mert fogjuk rá, hogy jól néz ki. Egy ide. Jó. Ezt így, mert minden normális legyen, legyen mondjuk ilyen, rakjunk rá ebből mondjuk sötét barnát, mert mindig ezt szoktam. És akkor már csak valami szint kéne. Kívülről valami szépet, vagy legalábbis fogjuk rá, hogy szépet. Legyen mondjuk ez, mert nekem ez nem tetszik, de nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek milyen legyen. A ház, hogy nektek ez így jó-e, vagy mit változtassak rajta. Hogy lenne nektek szimpatikus, mert nekem ez egyelőre teljesen elég. És mondjuk ide egy ilyen utat. Igen, akkor visszajövünk ide. Valami belső falfestés. Nézzünk egy Pax, Cats and Dogs. Az összes kecendagos. Hát nem a legszebbek. Ezt meg kell hagyni. De
mondjuk ez egyenlőre itt kívül megteszi. Akkor belőle meg már rakjunk mondjuk ilyet, vagy nem tudom. Akkor ilyet rakunk, aztán még... benyomunk egy ilyet, vagy inkább egy ilyet, mert amaz az túl drága. Padlót is, azt is, mindent. Jó lesz ez mindenhova ilyet. Csak ha még látnék valamit. Mondjuk lehet, hogy ez így jobb lenne, hogyha így levennénk. És akkor nézzük, hogy mi kellene XM-table. Jó, egyenlőre, akkor egyenlőre lesz egy ilyenünk, vagy legyen egy másik. Tudjátok, még adunk át mondjuk 2000-et, majdnem kitesz egy ilyet. Vagy mégsem. Ja nem. Fordítva. Akkor most adjunk vissza 4000-et, igen. És akkor így lesz már alul. Jó. Remélhetőleg. Vett pódium. Ilyet is dobunk. Mondjuk ide. Aztán kell nekünk egy kuka is. Én most ilyen kukát fogok rakni mondjuk ide. Hát ilyet mindenképpen fogunk venni. Egyelőre nekünk meg fogja tenni. Ez még az olcsóbbik. És... egyenlőre szerintem ilyet nem fogok még rakni. Majd később. És akkor veszünk magunknak. Mert először veszünk egy WC-t, meg egy kézmosót. Természetesen mindenből a legbénábbat. Igen. Nem tudom, mondjuk ezt így ide. Ezt egyel idébb, és akkor így be középre. És akkor veszünk még ide egy nagyon gagyi. Ezt most töltöttem le. Akkor random, mondjuk egy ilyet. Berakunk ide. Flawless. Igen, aztán veszünk egy csodálatos ágyat magunknak. Ilyet, ezt nem rakom be, mert azért szerintem az csalás lenne. És, ja. Jó van. Jó. Akkor ezt ide kirakom. Fákat is kipakoljuk. Csak közben bejött nővérem is. Jó, mindegy, veszünk egy ilyen ágyat. Undorító, de nem baj. Azt is inkább ide rakom. És kéne egy kanapé. Az nagyon kéne. 465, 450, komfort 1, komfort 1. Komfort 3. Akkor nem tudom, veszünk egy ilyet. Vagy ez
Komfort 4. Jó. Bet. Akkor veszünk egy ilyet a kutyánknak. Na jó, most. Na jó, nem drága. Így. Meg mondjuk egy labdát, meg egy kaparófát. Hogy mindenkinek jó legyen. Legalább a labda nem drága. Jó, tökéletes. És még maradt. Jó, viszont akkor csinálj egy ilyet. Még nem fogunk megnyitni. Nem tudom. Viszont kéne egy keveset átadnom. Mondjuk átadunk 500-at. Akkor fordítva így. Igen, jó, most jó. Bőven elég ennyi. És utána majd, hogyha ez kész, meg mondjuk csinál még egyet, akkor utána majd eladjuk és megnyitunk. De te majd még elmegyünk vécére. Meg ha majd lesz annyi pénzünk, akkor veszünk egy jobb ágyat. Hogy hamarabb ki tudja magát aludni. Közben helyezkedek. És remélhetőleg excellentek lettek, mert ha nem, hát az nem lenne jó, hát normál, jó. Jó, elfogadom. Jó, most elvileg a vet klinikánknál van ennyi pénz. Kell dekoráció, mert az nagyon-nagyon fontos az emberek számára. Szóval veszünk egy csomó ilyen macskát, meg ilyeneket. Tessék, minden oldalra kaptok egy ilyet. Csak hogy jó legyen. Jó. De is rakunk egy macskát. Meg nem tudom, hova rakjuk ezt a kutyát. Ide rakjuk ezt a kutyát. Ide ilyet rakunk. Ide pedig ilyet. Meg rakunk természetesen naptárt is. Ha megtalálom. Itt van. Jó, maradunk ennél a ház kis naptárnál. Aztán még mondjuk random posztereket kirakunk. Mert az nagyon fontos. Hogy mindenhova ilyen random féle cuccokat csak úgy kirakjunk. Mert az az embereknek ez kell. Igen, aztán mondjuk még egy ilyet is kirakunk, csak hogy örüljenek, ha mindenféle, nem akarok csúnyát menni, de azzal tele van most már a fal. Meg rakunk szőnyeget is, csak hogy örüljenek. Hogy rakjunk ilyen hosszú kásat. Jó. Hát nem tudom, nekem éppenséggel így jó. Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy kanapé 4-es. Megéri-e jobbat venni? Hát éppenséggel nagyon nem látok jobbat.
Szóval szerintem ezt hagyom. És mondjuk rakok könyves polcot. Hogy az emberek ne unatkozzanak. Mondjuk egy ilyet. Csak az a kérdés, hogy hova. Van, fogjuk. Igen, tudom, ezzel fog eltárni az egész rész, de... Pocsiskacok, ezt is valamikor meg kell csinálni. És jó. Meg nem tudom. Mindenhova ledobunk ilyen állatos mancsos mindenfélét. Ide is. Nem tudom, mondjuk ide, nem tudom, ide benne már raktam. Ide nem rakok. És akkor szerintem veszek egy jobb ágyat. 1200 ilyenünk volt, ilyen is maradt. Szerintem, legalábbis. És akkor még rakunk ilyen növényeket. Ez egy picike, mert ez is. Vagy legalábbis nem sokkal nagyobb. Na jó, nekem most kell ez a hülye kód. Tessék, meg van oldva. Oda rakom, ahova akarom. Ó, hogy ilyen menő kereket. Ebből van másmilyen szín? Van, még szép, hogy van. Legyen ilyen zöld. Es. És akkor lemásoljuk, és ide rakjuk. Meg esetleg mondjuk ilyet is rakhatnánk le valahova. Tetjék. Na jó van. Vannak azok a táblák, amik szerintem kénének. Csak meg kell találjam. Na mit szokott lenni ez a nagy álló tábla? Ma csak ennyire vak volnék. Jó, mindegy, ezt kirakjuk. Így jönni. Hova? Mondta, hogy nem simán ki tudom rakni úgy, ahogy én akarom. Jó. Szerintem megteszi egyenlőre. Szerintem egyenlőre bőven elég lesz így is. És akkor még szerezzünk egy kis pénzt. Meg aztán ehetnénk egy kis almát. Csak azt nem értem, hogy miért van az, hogy banánból mindig kevesen van, amikor almából mindig kettőt teszünk. Egyébként ezeket most már eladhatnám. Ezzel most remélem kapok így pénzt. Nem, de miért nem kapok? Hát ez így rohadt kaksi. Hoho, itt a kutyánk. Ja, mostantól itt lakunk, kutyuska. Haladja, Csai, haladja. Aztán mondjuk kraftolhatnánk egy ilyet. Meg még egy ugyanolyat. Meg... egy ilyet. Jó. Aztán megtölthetnénk a tálunkat. És eladjuk a kádat, mert egész sokat ér.
Hát azért 2000 sem semmi. Ez most melyik pénz? Vagy most melyiknél van sok? Household found. Akkor a vet kliniktől ad engád mondjuk egy 1000-est. Igen. Így tökéletes lesz. Életes, meg aztán mondjuk. Hey! Do lab work. És most jött eszembe, hogy nem elraktam olyan cuccot. Mindegy. Ja. Jó, gyorsítsuk fel. Viszont azt két akarom megnézni, hogy akkor az most hanyos. Jó, még csak most oldotta fel idézőjelesen. Egyébként tévét nem rak, nem érdemes meg rádiót sem rakni, mert a kutyák meg a macskák is félnek tőle, szóval ezzel csak rontjuk a idézőjeles helyzetet. És itt pedig beállítunk egy Every bad household member that. És akkor csak mi fogunk tudni ide bejönni. Jó. Meg szerintem ide is egyelőre. Every bad household member. Jó. Viszont majd utána. Nem chat with. Play game. Egy jó párszor. Jó. Jó. Most azt akarom, hogy felmenjen kettesre. És kapunk 200 ilyen pontot, amiből majd a klinikához lehet venni ilyen cuccokat. Ez mi? Mert igen, ezek azok, hogy igen, mi ez a vetrás? Jó, mindig utána kell nézek. Ez jó dolog. Mindegy, nem fogom még embereket felvenni, úgysem. Meg azt akarom még, hogy egy kicsit játsszál, mert még mindig lent van a szórakozásod egy picit. Aztán mondjuk ilyeneket csinálgathatnál. Ezt a kockát. Craft. Most mindenből egyet craftoljon majd. Hát ezekre nem lesz ide, akkor csak azt a kettőt. Jó. Mert... És azt szeretném, hogy autolight-on legyen. Mindenhol. Egy almát. Testvér, még egy él. Meg majd mennyi vicire, vicire. És a vicén ülve megeszi. Gratulálok neki.
személy léti, azt csinál meg. Mert utána felem hagyhatod? Csak csináld meg. Na, légy szíves. Léci. Jó, akkor aludjál. Akkor menjél magadtól aludni. Ezért vajon le tudnám-e szídni? Nem hiszem. És úgy érzem, megint beragadt az idő. Bárki tudja. Jól van. Na mindegy. Ugye ez a mason felkelhetnél, és folytathatnád ezt. Na mondjuk ehetnél egy kicsit. Vagy ez kész van? Ja, szerintem kész van. Ó. Ezeket meg mondjuk. Add el. Mindösszeset. És ja. Egyébként most, hogyha megvan a level 2-es skill ebből, akkor... és itt van. És itt vannak. Itt vannak. Bocsánat, csak időközben bejött édesapám, mert nem bír békében maradni. Nyomjunk rá mondjuk egy ilyet, és mi van, hogyha ez itt túl nagy. Akkor ilyen lesz rajta, amit tudjam én mondjuk. Nem tudom, vagy így. Ezt rakjuk középre, ezt meg így ide. Most, hogy a kettőt felcserélem. Na, ez így hülyén néz ki. Na, ezt nem akartam. Így akkor csak az lesz. És szeretnék egy ilyet is, és ebből a drágább az 2400. Akkor mondjuk egy... Ups. Mindegy, majd úgyis lesz még. Majd visszaszerzzük azt a pénzt. És azt nem tudom, hogy... Nem tudom, leállt a felvétel, vagy sem, vagy most csak én vagyok a hülye? Ja, jó, megy. Csak véletlenül a live időt néztem. Mert béna vagyok. És... It's me, fuck logic. Mert én nem mondtam semmit. Viszont annyit tudok, hogy borzalmasan meleg van. És megsülök. És ouch, fáj a fejem. Nagyon. Mi az, hogy csak egy ilyet csináltál eddig?
Én nem tudom belerakni. Mindegy. Na most ezeket nem adnád el? Nem érdekes, Brent. A sokkal jobb életünk van, mint neked. Jó. De erre nem is adtad el a banánt. Mindegy. Aj, buta nő. Egyébként holnap megyek személyzetre, azaz kedden, amikor ti látni fogjátok ezt a videót. És ja. És idő után pedig menni fogok. Igen, szakaszáról nem tudom mire. És be kell mennem a szüleimmel, és beszélni kell az tanárokkal, meg ilyenek, meg mit tudjam én, és hogy... és ez miatt nem mehetek lovagon, hát felháborító. Mert 16:30-ra végeznék. De, itt ott a kaja. Buta kutya. Fordítva. Szegény kutyát egy picit elhanyagoltuk. Szerintem. Jó van kutya. Give a special smoochie. Aztán get now. Aztán még egyszer játszunk majd. Meg még egyszer. Dolgokat megeladjuk, hogy legyen pénzünk azért, és nehogy ne halljunk éhen, hanem hogy azért legyenek mink. Viszont lehet, hogy ennek a résznek itt lenne vége. Igaz, hogy nem tudom, hogy az előző idősen rész. Igazából csak megállítottam a felvételt. Szóval, amit ti az előbb láttatok. Hogy az milyen hosszú lett. Viszont szerintem bőven van annyi. És hát akkor szerintem én köszönném, hogy itt voltatok velem, és végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és írjatok kommentbe, hogy szerintetek vegyek-e majd fel alkalmazottakat, és hogy néz ki a klinikánk, illetve hogy tanácsokat, hogy mit kéne még belerakni, és ne felejtsetek el feliratkozni. De hát akkor én Csenge lettem volna, és találkozunk szerdán egy frissítéses videóval. Sziasztok!